Jó estét kívánok a 60 televízió nézőinek a kommentár ma esti adásában, melyben célkeresztben a koronavírus és a 60 városát érintő intézkedések. Polgármester úr a vendégem, elmondom a kedves nézőknek, hogy a felvétel délelőtt 11 órakor készült, tehát az addigi álláspont fényében beszélgetünk a város vezetőjével, akit köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok, polgármester úr! Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm a nézőket! Ugye felvezetőmben elhangzott, hogy célkeresztben a koronavírus, azt tudjuk, hogy nagy terhet ró ez mindenkire, önkormányzatokra különös tekintettel. Polgármester úr, elmúlt hét óta folyamatosan lépéseket kell, hogy megtegyen. Beszéljünk ezekről a lépésekről, amelyet a város érdekében, mint városvezető már megtett ez idáig is. Olyan időket élünk, amelyre még nem volt példa. Nem volt példa, és folyamatosan kell elemeznünk és döntéseket hoznunk. Ugyanezt én többször elmondtam, hogy az én gondolkodásmódomban nagyon fontos az, hogy 2-3 lépéssel előbbre járjunk, mint mások. És ennek kapcsán is mi több olyan intézkedést hoztunk, amely megelőzte a központi intézkedést, ugyanakkor viszont pontosan abba az irányba mutatott. Én ezt úgy szoktam jellemezni, hogy képzeljük el azt a helyzetet, hogy a télen egy befagyott folyón kell átkelni a hadseregnek. Ilyenkor mit tesz az ember? Nem tudjuk megkerülni, hidunk nincsen. Először is megkérdezzük a seregből, hogy ki az, aki ismeri ezt a folyót, ki az, aki csinált már ilyet. Ugye ez megtörtént ebben is, hiszen rengeteg szakember mondja el azt, hogy hogyan és miképpen kell viselkedni ebben a helyzetben. Aztán utána előveszük azt a tudást, amely a vérünkben van, ami évezredek óta bennünk van. Bennünk a szívünkben van, a fejünkben van. Van, aki ezt úgy hívja, hogy józan paraszti ész. Elővesszük ezt a tudásunkat, és elindulunk a jégen. Ugye aki csinált már ilyet, az pontosan tudja, hogy ilyenkor az adrenalin elkezdik dolgozni, a szív elkezd pumpálni. Az érzékszerveink élesebbek lesznek, figyeljük a jeget, figyeljük a színét, figyeljük a jégnek a hangját, tehát minden olyan körülményt, ami segíthet nekünk abban, hogy átkeljünk ezen a folyón. És az átkelés már elkezdődött. Tehát a hó fedi a szárazföldet, a jeget, de már mi a folyón vagyunk, a befagyott folyón vagyunk, és a lépéseink pontosan azt a célt szolgálják, hogy ezen a folyón át tudjunk kelni. Át tudjunk kelni veszteségek nélkül. És ennek kapcsán ugye a legelső döntésünk az volt, és ehhez kell a papír, mert rengeteg döntésünk volt már. Van, ez fontos a panel parancsoljon. A legelső döntés az volt, hogy megalakult az egészségügyi kerekasztal, és tájékozottunk arról, hogy mi az a veszély, amivel szemben állunk, és hogy milyen óvintézkedéseket tudunk tenni, akár a közösség szintjén, akár személyek szintjén, hogy ezt a veszélyt a lehető legkisebbre tudjuk minimalizálni. És ennek kapcsán születtek azok a döntések, amelyeket meghoztunk. És a legfontosabb az volt, hogy elmaradtak az önkormányzati rendezvények. Ugye nagyon fontos az, hogy a közösségi terek azok üresek legyenek. Az emberek most ne legyenek együtt, és ne keressék egymás társaságát, hiszen így tudjuk átadni ezt a vírust. Kéz és felület fertőtlenítő szereket adtunk át a nevelési intézményeknek, a szociális szolgálatnak. Hát ezt már ugye utána az idő fölülírta, hiszen be kellett zárnunk és bezártuk az óvodákat és a bölcsödéiket. Itt rendkívüli szünetet rendeltünk el. Összehívásra került a polgárvédelmi feladatokért felelős testület, hiszen ahogy fogunk előre menni az időben, egyre komolyabb feladatokat kell majd ellátni az önkormányzatnak, és erről majd egy kicsit később fogok is beszélni. És hát azt kell, hogy mondjam, hogy 17-től határozatlan ideig szüneteltetjük a működést több önkormányzati intézményben, amely szintén arról szól, hogy a közösségi tereket most bezárjuk. Így a Szociális Gyermekjólét és Egészségügyi Szolgálat keretében működő fogyatékkal élők, valamint időseket ellátó nappali intézményben, a városi uszodában, a Csányi úti Lengyel piacon, bezártuk a kulturális intézményeket és a 60-i serfőzdét. Ezek az intézkedések mind-mind arról szólnak, hogy ne legyenek az emberek együtt. Nagyon-nagyon fájó pontként meg kellett hoznunk azt a döntést, hogy nem nyitjuk meg a Munkácsi kiállítást. Azért azt tudni kell, hogy nagyon sok ember nagyon sokat dolgozott azért,
hogy ez a kiállítás ide jön a városba, és ez a város történetében egy kultúrtörténeti pillanat. Kultúrtörténeti pillanat, de mégis meghoztuk ezt a fájó döntést, és azt gondolom, hogy most már elkezdődött a munka azon, hogy amint túl vagyunk a krízis helyzeten, akkor ezt a kiállítást hogyan és miképpen tudjuk itt, 60-ban újra, majd valamikor megnyitni. A kiállításról a képeket már el is szállították, ennek alapvetően ezt alapvetően biztonsági követelmények szerint lépték meg ezt a lépést, illetve léptük meg ezt a lépést, hiszen igen-igen nagy értékről van szó, és ennek a értéknek a fegyveres őrzés, védelme is igen-igen komoly költséget emészt fel. Tehát a képeket elszállították, és most a szakemberek dolgoznak azon, hogy amikor túl vagyunk a krízis helyzeten, akkor ezt a kiállítást hogyan és miképpen tudjuk itt, 60-ban, majd a jövőben megnyitni. Természetesen döntés született arról is, hogy segítjük a 70 év felettieket a Szociális Gyermekjóléti és Egészségügyi Szolgálaton keresztül. A munkatársaink folyamatosan dolgoznak, kint vannak a fronton, ha fogalmazhatok így. És aki nézi a 60-i hírlap oldalait, az láthatja, hogy elindult az az intenzív tájékoztató kampány, amelyben a 60-iakat fogjuk tájékoztatni, és már folyamatosan tájékoztatjuk azokról a lépésekről, amelyeket a város életének fenntartása érdekében meg kell tennünk, azokról a lépésekről, amelyeket ugye központi intézkedések kapcsán hozunk. És itt nagyon fontos az, hogy a 60-i hírlap, 60ihirlap.hu, ezeknek a Facebook oldalai a 60.hu, illetve a Horváth Richárd polgármesteri Facebook oldalán kommunikálunk, és ott hozzuk le azokat a döntéseket, amelyek fontosak. Szociális szolgálat. Itt is korlátoztuk a személyes ügyfélfogadást. Itt van egy telefonszám, amelyen keresztül lehet kommunikálni a szociális szolgálattal, és ugyanezt a lépést megtettük a polgármesteri hivatalban is, és ugyanakkor a polgármesteri hivatalban elkezdtük szervezni azokat a folyamatokat, amelyek lehetővé teszik, hogy a munkatársak otthonról dolgozzanak. Itt annyit hagyd mondjak el, hogy itt nagyon fontos, mind a szociális szolgálatnál, mind az önkormányzatnál, hogy a működés képességet fent kell tartani. Ami azt jelenti, hogy nekünk ügyelni kell arra, hogy nem csak most, hanem a jövőben is ez a működőképesség folyamatos legyen. Ezt nem tudjuk fenntartani akkor, hogyha a munkatársaink ilyen-olyan okból nem tudnak munkát végezni. Tehát amikor mi azt mondjuk, hogy óvjuk a munkatársainkat, és próbáljunk olyan munkarendet kialakítani, amelyben vigyázunk rájuk, az alapvetően arról szól, hogy a város működőképességét a jövőben is fent kell tartani. Tehát másképp fogalmazok, háborút katonákkal lehet vívni, és a katonáinkra vigyázni kell, hogy ők meg tudják vívni a háborút. Tehát nagyjából ez a logika és ez a gondolkodásmenet, és ezerint fogunk eljárni a jövőben is. És ugyanakkor nagyon fontos, hogy az önkormányzatra már most is többlet feladatok hárulnak, amelyeket folyamatosan kapunk feladatokat. Ezt a jövőben is meg kell oldani, és ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk oldani, munkaerőre van szükség. Tehát erről szól az, amikor mi a munkatársainkat védjük és óvjuk. Ennek a helyzetnek, amely kialakult, lesznek társadalmi hatásai, lesznek gazdasági hatásai, és a gazdasági hatásoknak bizony újfent lesznek társadalmi hatásai. Tehát vannak közvetlen hatások, és lesznek majd közvetett hatások, amelyekkel szintén meg kell birkózni. Hogy csak egyszerű példákat mondjak, társadalmi hatás az, hogy külföldről az ott dolgozó vendégmunkásokat hazaküldik. Vagy éppen ott rekedtek, de haza fogják őket küldeni, vagy már hazaküldték őket. Tehát ezek az emberek az ellátó rendszerekben meg fognak jelenni, hiszen itthon vannak. Gazdasági hatás. Nagyon-nagyon komoly gazdasági hatásai lehetnek ennek a krízisnek, ha elhúzódnak. Azt tudni kell a város költségvetéséről, hogy a város költségvetésében a befizetett iparűzési adó az valamivel több, mint 90% az adóbevételek tekintetében. Több, mint 90%. Ebben az évben
Több mint 4 milliárd forintról beszélünk az iparűzési adó kapcsán. Ha a krízis elhúzódik, és csak azzal számolunk, hogy 15% esik ki ebből a bevételből, akkor 600 millió forint bevétel kiesésről beszélünk. 600 millió forintról. Ez már nem az a kategória, hogy akkor két kiflivel és egy tejföllel kevesebbet veszek a boltba. Ez már nem az a kategória, hogy egyszerű intézkedésekkel ezeket tudjuk ellensúlyozni. Tehát itt is nekünk előre kell gondolkozni, előre kell menni. Éppen ezért felülvizsgáltuk az önkormányzati beruházásokat is. Azok a beruházások, amelyek műszaki szempontból, vagy akár a közösség szempontjaiból eltolhatók időben, ezeket eltoltuk. Nem fogjuk őket behozni, pontosan azért, mert nem tudjuk és nem látjuk, hogy a gazdasági kihatás az egyébként milyen hatással lesz az önkormányzat életére, az önkormányzat költségvetésére. És ezért nagyon fontos az, amit a legelején mondtunk, hogy nekünk előre kell gondolkoznunk, előre kell látnunk 2-3 lépéssel, még ebben a helyzetben is. És akkor arról nem is beszélve, hogyha a krízis elhúzódik, akkor nem munkaerő hiányról fogunk beszélni. Nem munkaerő hiányról fogunk beszélni, amely munkaerő szintén meg fog jelenni az ellátási rendszerben. Szintén terhelni fogja az ellátási rendszert. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy a stabilitást, a gazdasági stabilitást, azt a megváltozott helyzetben is fent kell tartanunk. Nagyon fontos. És éppen ezért menekülünk előre, és éppen ezért hozzuk meg ezeket a fájó döntéseket, de ezek a döntések a hosszú távú működés fenntartásának a garanciáit szolgálják. Tehát erről szól a dolog. Jó, polgármester úr említette a beszélgetésünk első negyedében a polgárvédelmet, és azt is, hogy van egy törvény, amely lehetővé teszi, hogy ilyen krízis állapotban a polgármester egy személyben is döntsön, illetve döntéseket hozzon. Nyilván a találkozásokra és az összejövetelekre való korlátozás joga az önkormányzat képviselőtestületi ülésére is fog majd vonatkozni, vagy vonatkozhat. Polgármester úr, milyen felelőssége van ebben önnek, illetve milyen döntéseket és hogyan hozhat meg egy személyes első számú vezetőként? Csak is a védekezéssel kapcsolatos döntéseket hozhatok meg. Azért ezt tudni kell, hogy például szombaton a munkatársaim bent voltak, és én is bent voltam a munkatársakkal, és folyamatosan arról beszéltünk, hogy az ovikat, a bölcsiket, ha bezárjuk, akkor azok milyen döntéseket rántanak magukkal, mit kell tenni. Tehát itt nagyon komoly munka folyik. A munkatársaim jegyzőasszony vezetésével nagyon-nagyon komoly munkát végeznek, és bent vannak, akár hétvégén, akár este is, hogy a folyamatosságot, a működésképességet biztosítani tudjuk. Tehát én a védekezéssel kapcsolatos döntéseket hozhatom meg, ezeket a jövőben is meg fogom hozni. Ugyanakkor viszont szeretnénk majd összehívni a testületülést is, egyfelől szeretnénk tájékoztatni a képviselőket ezekről a döntésekről, arról, hogy mi várható, illetve az élet azért nem állt meg, tehát a város életében is vannak olyan döntések, amelyeket meg kell hozni. Jelenleg a munkatársaim rakják össze ezeket a döntéseket, rakják össze a határozatai tervezeteket, és annak függvényében, hogy mit hoz a holnap, mit hoz a jövő hét, annak függvényében össze is fogjuk hívni a testületülést. De most mondom, hogy arra kérem a képviselőket is, hogy vendégeket, külső tagokat, olyanokat, akik egyébként ott szoktak lenni a testületülésen, akár a hivatal részéről, most nem szeretném, hogy ott legyenek, ugyanis maga a vírusnak a terjedése pont arról szól, hogy nem lehet együtt lenni, tehát nem szabad együtt lenni, és csak így tudjuk megakadályozni. Tehát nagyon komoly felelősségünk van abban, hogy a vírus terjedését megakadályozzuk. És itt vannak rendszabályok, vannak jó szabályok, illetve jó tanácsok, amelyeket be kell tartanunk. Az egyik pontosan ez. És tehát szeretnénk összehívni a testületet, meglátjuk majd, hogy mit hoz a jövő, tájékoztatni fogom. Egyébként levélben, írásban tájékoztatjuk a képviselőket ezekről a meghozott döntésekről, és a jövőben is meg fogom hozni ezeket a döntéseket, amelyek azt szolgálják, hogy a 60-iakat biztonságban tudjuk, és valamilyen úton, módon megakadályozzuk azt, illetve korlátozzuk azt, hogy a vírus jelentős mértékben elterjedjen. Polgármester úr, akkor lapozzunk vissza megint erre a polgárvédelmi helyzetre. Milyen óvó rendszabályokat kell figyelembe venni, és hogyan? Nagyon fontos, amiről beszéltünk, nagyon-nagyon fontos, közösségi terek maradjanak üresen.
A vírusra életkorunktól és az immunrendszerünktől függetlenül többféleképpen módon reagálunk. Első és legfontosabb, hogy az idősek, ők azok, akik rendkívül veszélyeztetettek. Ennek a vírusnak a sajátossága, hogy nagyon rövid idő alatt tud átcsapni a súlyos állapotba, amikor akár intenzív ellátásra van szüksége valakinek. Tehát ez nagyon fontos, vigyázzunk az idősekre. Én a saját édesanyámnak elmondtam azt, bármilyen fájó, és ő most már egyedül van, de hogyha beszélünk, telefonon beszélünk, ha én meglátogatom, bármilyen fájó 2 méternél közelebb, nem megyek hozzá. Hogyha mi bevásárolunk neki, elintézzük a dolgokat, közvetlenül nem adom oda neki, hanem lerakjuk, ő szépen kijön érte, és akkor beviszi. Tudunk az udvaron beszélgetni, meg tudjuk beszélni azokat a dolgokat, amikről szükség van, de nem, közvetlenül nem érintkezünk, és 2 méternél közelebb nem megyünk. Ő is elmúlt 70, veszélyeztetett, javában veszélyeztetett korosztályban van. Közösségi terek. Nagyon fontos az, hogy az iskolai, óvodai, bölcsődei szünet, az nem arról szól, hogy most vakáció van. Ez egy kényszer intézkedés. A fiataloknak, a gyerekeknek otthon kell lenniük. Ha ők elkapják ezt a vírust, észreszerűen veszik. Ők nekik meg se kottyon gyakorlatilag. Lehet, hogy egy kicsit náthásak lesznek, de nem veszik észre alapvetően, nem viseli meg őket. Ugyanakkor viszont, ha elkapják, akkor ők ezt tovább tudják adni, miközben mozognak a közösségben, tovább tudják adni. Nagyon fontos ez a 2 méter, 1,5 méter távolság, ugye most már 2 méterről beszélek. Tartsuk be, ahol lehet, tartsuk be. Nagyon fontos az, hogy mindig mossunk kezet. Ugye elmondják azt, hogy épp szaruhártyán keresztül ez a vírus nem tud bejutni a szervezetbe. Ugyanakkor viszont, ha nem mosunk kezet, nem fertőtlenítünk sűrűn, akkor a kezünkön ott van, ezen a viasz rétegen, ami a kezünkön van, megtapad, és amikor a szánkba nyúlunk, orrunkhoz, szemünk, akkor bejut a szervezet, és ha bent van, akkor ő már elindította a háborúját, elindította a csatáját. Tehát nem, rendszeresen fertőtlenítsünk. És ha boltba kell menni, az életbe el kell menni, de próbáljuk meg ezeket a rendszabályokat betartani. Próbáljuk magunkat nem olyan helyzetbe hozni, ahol közvetlen kontaktus van másokkal. Tehát most ez a helyzet van, alkalmazkodnunk kell hozzá. És ha ezeket a rendszabályokat betartjuk, akkor nagy eséllyel kívül tudunk maradni. De nagyon fontos, ahogy mondtam, a jeges folyón az átkelés már elindult. Már ott vagyunk a befagyott jégen. És nagyon fontos, hogy kint a hétköznapokban is ne fogjunk kezet, ne puszival üdvözöljük egymást, most nem kell. Tiszteletje lehet sok minden más, de a kézfogást felejtsük el, és vegyük komolyan ezeket a szabályokat. Polgármester úr, azért zajlanak menet közben a munkálatok, említette, hogy az élet nem áll meg. Az önkormányzat jelenlegi beruházásait, ami folyik, zajlik, mennyiben akadályozza, illetőleg ami tervezett volt, elképzelés, azok mennyivel kerülnek így hátrébb, hogyan rakták ezt itt rendbe a megbeszéléseken? Azok a beruházások, amelyek folyamatban vannak, a Dali beruházással, a könyvtár beruházással, illetve azok a beruházások, amelyek a közösség életét érintik, azok elindultak, el fognak indulni, nem ott fogunk spórolni. Itt alapvetően, ami nagy összeg és amit későbbre toltunk ki, ami nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk megvalósítani, hanem későbbre tettük, északi elkerülő út, a különböző koncepciótervek, az útfelújítási program, és azok a beruházások, amelyek jogszabály szerint halaszthatók. Tehát például egy villámvédelmi, egy érintésvédelmi beruházás az nem halasztható, azt meg kell tenni. Ezt meg fogjuk tenni, viszont ezeket későbbre datáltuk az önkormányzat életében. Polgármester úr többször is említette a katonákra, a háborús helyzetre, a vékony jégen való átkelésre való figyelemfelhívást. Említette, hogy katonák nélkül ez igen nehéz. Igen. Ezek a hétköznapi hősök. Most azt hiszem, hogy nagybetűsen a hétköznapi hősök. Szociális szférában dolgozók, egészségügyben dolgozók, önkormányzatnál dolgozók. Polgármester úr, üzenjünk nekik, bátorítsuk őket. Ahogy mondtam, olyan helyzettel állunk szembe, amelyre még nem volt példa. Nem volt példa. És ezt a helyzetet nem szabad bagatelizálni.
Nagyon komolyan kell venni. Nagyon fontos az, hogy minden egyes személy tud és képes felelősséget vállalni. Minden egyes személy vegye komolyan ezeket az óvó rendszabályokat és fogadja el. Ez mindannyiunk felelősségvállalása, ez mindannyiunkról szól, és mindannyiunk életéről szól. És ezt komolyan kell venni. Vegyük komolyan ezt a történetet. Tartsuk be azokat az óvó rendszabályokat, és tegyünk mindannyian azért, hogy ez a vírus ne tudjon elterjedni. Ugyanakkor vannak olyan emberek, akik már most a frontvonalon küzdenek. Küzdenek értünk. Azok az emberek, akik közvetlenül érintkeznek ezzel a problémával. Egészségügyi dolgozók, a szociális hálózatban dolgozók, a mentősök. Ők már frontvonalon vannak. Ők már harcolnak. Segítsük őket. Segítsük őket mindenben, amit értünk, tesznek. És innét most óriási köszönet nekik, hogy küzdenek, hogy harcolnak. És nagyon remélem, hogy a jövőben is ott lesznek. Nagyon remélem, hogy lesz elég erejük, hitük, kitartásuk, hogy végigharcolják ezt a csatát. Mi itt leszünk, és mindenben támogatni fogjuk őket. És nagyon szépen köszönöm a hatalmiak türelmét, hozzáállását, felelősségvállalását ebben a kérdésben. És kérem őket, hogy a jövőben is támogassanak bennünket, támogassák azokat, akik értünk vannak, értünk küzdenek, tartsák be ezeket a szabályokat is, kellő türelemmel, körültekintéssel tekintsenek a jövőre, és azt a hidegfejű gondolkodást, azt a higgadt gondolkodást, amely eddig kísérte az utunkat, azt a jövőben se veszítsék el. Mert még egyszer mondom, nagyon komoly a kihívás, ami előtt állunk, de közösen, együtt ezt is le tudjuk győzni. Polgármester úr, köszönjük szépen a tájékoztatását, és bár közhelynek tűnik ez az elköszönés, hogy jó egészséget kívánok, de azt hiszem, hogy ezt mindig komolyan gondolom, és ezt kívánom önnek, sok erőt és kitartást ebben a nehéz időszakban. Köszönöm szépen, a legjobbakat és jó egészséget kívánok mindannyiunknak. Azt szoktam mondani bizonyos helyzetekben, de talán most ez aktuális. Isten áldja a 60-t, Isten áldja a 60-iakat. Köszönjük szépen, polgármester úr. Kedves nézőink, az elmúlt percekben polgármester úr tájékoztatását hallhatták a koronavírus kapcsán a 60 város döntéseit illetően. Elhangzott több közérdekű telefonszám, amelyet a képernyőn többször is láthattak. Kérem, hogy ezeket rögzítsék, legyen meg otthon a regisztereikben, hogyha szükség van rá, akkor telefonon tudjanak intézni mindenféle hivatalos ügyet és dolgot. Köszönöm figyelmüket, vigyázzanak egymásra és önmagukra is. Jó egészséget kívánok önöknek, viszontlátásra! Viszontlátásra!